Vízipók, csodapók. Harry Potter. Vagy éppen a Star Wars. Többi között ezek az ismert filmzenék is felcsendültek a Mosonyi Mihály Zeneiskola tanárai és diákjai által tartott hangszerbemutatón, amire május 11-én délelőtt várták a legkisebbeket a Flash központban. A hangszerbemutatót évről évre megszervezi a zeneiskola, az idei mégis rendhagyónak számított. Az idei évben ezt a mai hangszerbemutató koncerteket megelőzte egy iskolai hangszerbemutató sorozat. Szinte az összes iskola első, második, harmadik osztályában voltunk rendhagyó énekórát tartani. Itt megismertettük a gyerekeket a zenekari hangszerekkel, ma délelőtt pedig megmutattuk nekik, hogy hogyan is szólnak ezek a hangszerek, hogyha együtt zenélnek egy zenekarban. A Flash központban tartott hangszerbemutatón a gyerekek megismerkedhettek a vonós, a fafúvós, a részfúvós és az ütős hangszerekkel is, amik hangzását külön-külön is meghallgatták. De azt is megtudhatták, hogy szólnak ezek a hangszerek együtt. Az interaktív hangszerbemutatón kiderült, hogy egyes hangszerek magas vagy éppen mély hangot adnak ki, és az mihez hasonlít. A gyerekek nagyon élvezték a műsort, a legnépszerűbbnek a trombita és a dob bizonyult. Már máskor is kineztem magamnak, hogy a dob az nagyon tetszik. És szeretnél majd esetleg rajta tanulni, hogyha úgy adódik az iskolában? Igen. Mit tetszett a legjobban? A trombita. Miért éppen a trombita? Mert az villogott a legszebben. És mit szóltál a hangjához? Milyen a hangja a trombitának? Hangos. A bemutatón testközelből ismerkedhettek meg a hangszerekkel a gyermekek, ami nagyban megkönnyíti a választást, ha a későbbiekben zenével szeretnének foglalkozni. A hangszerbemutatót délután a már hagyományos filmzenei koncert követte, ahova már nem csak a leendő zeneiskolásokat, hanem családtagjaikat is várták.